visszamenőleg, és jogaitokat elvették, és hallgattok, mint szar a fűbe! Ez az! Jó szerencsét! Mi áradban? Szolidaritásból vagyunk itt a bányászok. Azért jöttünk el, hogy vasacsak kifejezik a szolidaritásokat. Az, amit követelnek, az teljesen jogos, és nem is olyan nagy követelés, úgy gondoljuk, teljesíthető. Nem hallom, demonstrációra jöttünk? Igen! És követelésünk is van, igaz? Igen! És azt is szoktuk mondani, hogy nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Mutassuk meg, hogy még vagyunk valakit, nem egy eltitkoló bányász társadalom vagyunk! Ha nincs bányászat, nincs jövő, nincs köl, nincs épület! Mi bányászok alapítottuk meg a világ társadalmát! Most hagyjuk, hogy ott legyünk! Hogy jönnek a hölgyek a bányához? Édesapám is bányász. Én nagyon szerettünk mi a bányába dolgozni, bár még ott tartanánk, hogy még mindig dolgozhatnánk. Mit csináltak a bányába? Hát én effektív, én hegesztő is voltam, meg trafószerelő. Ez nagyon sok ember használta, és Pécs bányán, a Széchenyi aknán. 30 éves bányász nyugdíj véget vagyunk itt, tehát 30 év után megkapjuk azt a nyugdíjat, amit egy tolvonással elhúztak tőlünk. És van erre esély? Hát nem látunk sok esélyt rá, de azért itt vagyunk. Ránk sér, hogy legyenek velünk, hogy megértsék a problémáinkat, hogy végre érdemi intézkedések történjenek. De vagyunk itten emberek, hogy az visszamenőleges elvett jogainkat, úgy a bányász nyugdíj, mint a külszíni bányász munkatársainknak az elvett 30 év után munkaviszonyukat, utánjáró nyugdíjuk elvétele miatt, a sok rehab munkatársunk, aki a bányába szerencsétlenül rokkantnak minősítették, azoknak az átnevezés ellen tiltakozunk ezerrel. Milyen jogol teszi meg egy kormány eztet, amikor a megszerzett jogokat visszamenőlegesen elveszi? Állítsák vissza a szénkőfejtés és bányatérségben dolgozó munkavállalók bányák szakmai nyugdíját, hogy 30 év szolgálati idő után nyugdíjba vonulhassanak. Tehát megígértek tavaly mindent nekünk, és semmi nem teljesült. Tehát gyakorlatilag belehazudtak a szemünkbe, azt ígérték, hogy még karácsony előtt eredménye lesz a dolognak, és nem lett. Ezért vagyunk itt, ezért hoztam föl Komlóról kb. 200 bányászt, és harcolunk, amíg tudunk. Várjuk a nyilvánosság előtt is elhangzott ígéretek megvalósítását a bányászok érdekében. Legközelebb Pécsen találkozunk, oda fogunk menni a pécsi Veresendre úti székház elé, és fehér szegfűt fogunk osztogatni az akkor betérő bányászokkal, hogy most még békével jöttünk.